Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem, ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem? Mi baj van ebben a világban? Az emberekkel van baj? Érdekes világban élünk, ahol évezredek óta, onnantól, hogy egyiptomi alexandriai könyvtár, onnantól valami furcsa oknál fogva próbálják az embereket, az emberiséget tudatlanságban tartani. Tehát próbálják eltitkolni az emberiség származását, létrejöttét, teremtését, akkor azt, hogy honnan jöttünk, hova tartunk, mi az emberes emberiség feladata, mi az emberek feladata azon belül, mi az emberiség küldetése, mi az emberek küldetése azon belül. Tehát például nem is tudtam, hogy olyanok is voltak, hogy volt ez az arab tavasz, emlékeztek rá? Iránban. Hát ez nem, hát ez végig söpört, ugye Egyiptomba kezdődött, és ott végigment. És ugye volt ez az ISIS állam. És leromboltak egy csomó. Felrobbantottak szó szerint egy csomó ősi, tehát Mezopotámiában lévő, tehát az ősi Mezopotámiában lévő ősi kultúrát, amit felfedeztek, lerombolták, fölrobbantották valami 200 ilyen ősi lelőhelyet, amit ugye, ami bizonyította az emberiség ős múltját, így van. És nagyon érdekes, hogy ugye elhangzott, egy dokumentumfilmben néztem ezt, elhangzott az, hogy lehet, hogy a földön kívüliek, így határozták meg, hogy lehet, hogy a földön kívüliek keze van amögött, hogy a földön kívüliek nem akarják, hogy az emberiség tudja a múltját, származását. Tehát földön kívüliek. Én rögtön azt mondtam, hogy nem földön kívüliek, földön belüliek. Tehát igen, mert ha azt mondjuk, hogy földön kívüliek, akkor azok a fentiek, tudod? Tehát azok a... Tehát hozzánk képest, hogyha felnézünk, akkor fentiek, nem? Tehát hogyha nem itt élnek a földön, vagy a földben, hanem a földön kívül, akkor a világ valamilyen részén élnek, és akkor ugye arra fel lehet nézni, tehát akkor ugye akkor azok fentiek. És ugye a földön kívüliek, akkor fentiek, nem? Tehát lentiek nem tudnak lenni. A földön kívüliek, akkor azok fentiek. Na most nagyon érdekes, mert például ez a dokumentumfilm ezzel azt sugalta, hogy az istenek rosszak. Nagyon. De hát
Ugye nincs megkülönböztetés a dokumentumfilmekben rossz istenek és jó istenek között. Nincs. Tehát istenek, tehát gyakorlatilag a földön kívüliek, ugye, azok rosszak, de azok az istenek a földön kívüliek, mert hozzánk képest istenek. És akkor így elhitetik az emberekkel, hogy az istenek azok rosszak. De nem a jó istenek rosszak, hanem a rossz istenek a rosszak. A rossz istenek azok meg vannak földön kívüliekben is rossz istenek, csak azok nem jöhetnek, mehetnek. Hanem a földön belüliekkel van a gond. Tehát, de itt mondom, most ezzel el akarják hitetni, hogy az istenek azok rosszak. Tehát, hogy nincsenek jó istenek, mert mondom, itt a dokumentumfilmben az hangzott el, hogy a földön kívüliek esetleg akarhatják, hogy az emberek ne tudják a múltjukat. Hát most az embernek kellene lenni annyi gógyia, hogy végig gondolja azt, hogy kinek, minek az érdeke. Hát minek az érdeke, olyat nem tudunk mondani, ezért azt tudjuk mondani, hogy kinek az érdeke. Tehát bármi, ami itt a Földön történik, ami nyomot hagy itt az emberiség életében, azt végig kellene gondolni minden egyes egyénnek, hogy vajon kinek állhat az érdekében, hogy az úgy történjen. Tehát mondjuk ezzel kapcsolatban is, hogyha azt mondják, hogy a földön kívüliek esetleg akarhatják, hogy mi ne tudjuk a múltunkat, akkor meg lehetne kérdezni, hogy kinek áll érdekében az, hogy a földön kívülieket befeketítsék. Egy. Akkor gondolkozhatna az ember azon is, hogy kinek áll érdekében az itt a Földön, hogy az emberiség ne ismerje a múltját, ne ismerje a származását, ne ismerje a feladatát, ne ismerje a küldetését, és azon belül ugyanezeket ne ismerjék az emberek. Kinek áll az érdekében? Hát ha végig gondoljuk, akkor logikusan az ember, ha gondolkodik, bár sok ember nem képes a logikus gondolkodásra, aki nem jó hangulatú, az nem képes arra, hogy logikusan gondolkodjon. Hát ha de az ember kellően jó hangulatú és képes arra, hogy logikusan gondolkodjon, akkor azt mondja, hogy ha végig gondolom, hogy kinek áll érdekében, akkor azok biztos, hogy nem jók, hanem rosszak. De hát ugye, hát minden embernek a tanulmányaiban benne van az, hogy ez a kifejezés, hogy jó Isten. Olyan, nincs olyan ember a Földön, aki nem hallotta volna ezt a kifejezést, hogy jó Isten. Tehát, ami azt jelenti, hogy létezik jó Isten, akkor nem csak gonosz Isten létezik, mert hogyha egy Istennek, magyarul egy Földön kívülinek, amely hozzánképes Isten, annak az az érdeke, hogy mi ne ismerjük a múltunkat, ne ismerjük a származásunkat, a feladatunkat, a küldetésünket, akkor az nem lehet jó Isten, az csak gonosz Isten lehet. De hát, ugye miért kellene elhinni azt, hogy csak egyféle istenség van, és csak egyféle jó vagy gonosz Isten van, miért kellene ezt elhinni? Tehát ugye bebizonyosodott a történelem során, hogy mindenféle istenségek vannak, a leggonoszabbtól a legjobbig, amely megfordult a Földön, azok közül rengeteg megfordult a Földön már. A gonoszabbnál gonoszabb, és a jobbnál jobb. Ami azt jelenti, hogy nem csak egyféle van, egyféle gonosz, vagy egyféle jó, hanem sokféle jó és sokféle gonosz. Na most, ha az ember egy kicsit ismeri a fizikát,
akkor tudja azt is, hogy az alacsony frekvenciát eltéríti a Föld mágneses tere. De az alacsony frekvencia áthatol az anyagon. A magas frekvenciát nem téríti el a Föld mágneses tere. Tehát ami azt jelenti, hogy a magas frekvencia az egyenes vonalban képes terjedni. Mert nem hat rá a mágneses erő. Viszont nem megy át az anyagon. Ha egy picit is ismeri az ember a fizikát, akkor ezt tudja. Ott van például, mindenki láthatja most bizonyíték, hogy megszüntették a 3G-t a telefonoknál. 4G-vel tudsz telefonálni, azóta szakadozik a vonal. Mióta 4G-vel telefonálsz, ma az anyagon nehezebben hatol át. A 3G az könnyebben, alacsonyabb frekvencia volt, az könnyebben áthatolt az anyagon. A 4G nem, az 5G-vel még inkább ilyen probléma van, hogy még nehezebben hatol át az anyagon, még könnyebb ellene védekezni egyébként. Jó, tehát bizonyára ti is tapasztaltátok, hogy sokkal nehezebb azóta jól telefonálni, mióta a 4G működik csak. És a 3G-t kikapcsolták. Na most ez is, tehát ezt azért mondom, mert ez bizonyíték arra, amiket elmondtam. Na most, az azt jelenti, gondoljátok végig, hogyha a fentiek befolyásolnának minket abban, mint például ebben a dokumentumfilmben volt, hogy ki van kísérletezve, hogy lehet hatni az emberi elmére, mondom az elmére, nem a tudatra, az emberi elmére, bal agyféltekére lehet hatni. És lehet azt csinálni az emberrel, hogy haragos legyen. Oké? És ugye feltették ebben a dokumentumfilmben azt is kérdésként, hogy lehet, hogy az arab tavaszban volt egy ilyen befolyásolás, ilyen elmebefolyásolás, hogy dühöt generáltak az emberekben, ugye a harag, düh, az ugyanaz. És azért lázadtak föl a uralkodóik ellen. Mert azáltal, hogy fellázadtak, nem jobb lett nekik, hanem sokkal rosszabb. Tehát sokkal rosszabb. Tehát, na most gondoljátok végig, ha befolyásolják az embereket, mondjuk hipnotizálás szerűen, akkor az, hogyha magas frekvencián van, akkor az nem hatol át az anyagon. Tehát messziről küldhetik, de mondjuk ha a Hold útban van, nem működik. Vagy valamilyen csillag útban van, nem működik. Vagy valamilyen bolygó útban van, nem működik. Az akkor működik, ha nincs útban semmi. Viszont ennél sokkal egyszerűbb az alacsony frekvencia, ami áthatol az anyagon. De az meg fentről nem tud jönni, mert mindenféle tömegvonzás eltéríti. Az csak lentről tud jönni. Tehát miért nem lehet azt egyeseknek elfogadni, miért nem lehet a tudománynak elfogadni, hogy vannak a Földben élő gonosz lények, akik sokkal fejlettebbek, mint mi vagyunk, istenek. De azok nem Földön kívüliek, hanem Földön belüliek. És ezekkel lepaktáltak országok. Például az amerikai kormány, nem most, ó, már
évtizedek óta lepakták, és adják a technológiát, illetve a technológiához a tudást. Na most ugye megint csak azt, kinek mi az érdeke? Tehát vajon miért lehet érdekük akár a hatalomnak, az emberi hatalomnak, akár a Földön belüli lényeknek, hogy mi tudatlanok legyünk? Hogy ne tudjuk a származásunkat, ne tudjuk azt, hogy mi a feladatunk, mi a küldetésünk. Mi az érdekük? Miért érdekük? Hát miért? Mert gondoljátok végig. Tehát ezért kellene ismerni az élet működését, és részben az ember működését. És tudni azt, hogy egy lélek hogyan működik. Tehát tudni azt, hogy a lélek az halhatatlan. Ha az isteni lényben van, akkor is, ha az emberi lényben van, akkor is halhatatlan. De lelket nem lehet szaporítani. Egyetlen lény tud lelket létrehozni a világegyetemben. Hiába vannak istenek, hiába van technológia. Lelket nem tudnak létrehozni. Tudjátok, mit tudnak létrehozni? Robotot tudnak létrehozni. Robot lelket, azt úgy hívják, hogy démon. Na, azt tudnak létrehozni. Az egy robot lélek. Ami nem lélek, gyakorlatilag egy robot szellem. Na, azt létre tudják hozni. No, szóval nézzük tovább. Nem ismerik az ember lélek, emberi lélek működését, és nem tudják azt, hogy ha anyaggal akar foglalkozni egy lélek, akkor testet kell öltenie. Tehát addig, ameddig a világegyetemben nem volt anyag, addig nem volt szükség testre. Oké? Azóta van szükség testre, mióta van anyag. De olyan testre van szükség, amely képes az anyagot használni. Na most, hogyha az anyaggal van egy értelmes lénynek dolga, akkor hiába ő egy nagyon szuperintelligens lény, mint lélek, akkor is maga az anyag és maga a szellemlény, ugye az értelmes energialény, ugye a lélek, az két különböző dolog. És ha egy értelmes energialény az anyagot akarja formálni, átalakítani, akkor azt kell csinálnia, hogy belebújik egy testbe. És ha belebújt egy testbe, és az a test megvan arra tanítva, hogy mit csináljon avval az anyaggal, akkor tudja az anyagot használni és formálni. Tehát az értelmes energia lény az arra képes, hogy az energiából szellemi átalakítás útján létrehozzon egy elemet. Mi az, hogy elem? Periódusos táblázatból egy elemet. Vagy akár egy olyan elemet, amely nincs jelenleg a földi periódusos táblázatban. Tehát nem annyi anyag van, mint amennyit a periódusos táblázatunk tartalmaz. Ezt bebizonyítják a meteorok. Hogy jön a meteor, és olyan anyag van benne, ami nincs a periódusos táblázatban. Szóval,
mivel minden anyag energiából van, ezért egy energialény az energia átalakításával létre tud hozni anyagot. Világos ez? Ehhez viszont elég nagy tudásra van szükség, hogy ez megtörténjen. Majd az aranykorban lehet ezt tanulni. Jó, ott lesz a feladat. Tehát a szeretet korban lehet majd ezt tanulni. Miért? Miért pont ott? Mert most visszaélnél vele. Oké? A szeretet korban, meg az emberek, akik szeretik egymást, azok nem élnek vissza a hatalommal. Világos ez? Mert az energia átalakítás az hatalmat jelent. Jó, és akkor nézzük tovább. Szóval, tisztában kellene lenni azzal, hogy hogy működik a lélek, hogy működik a test, de fontos lenne, hogy tudja az ember, hogy honnan jött. Hát honnan ered ez az emberiség? Honnan eredünk, mint emberek? Miért lenne fontos tudni? Tudod, ez milyen? A mostani emberiség működése, hogy elvették a múltját, tényleg elvették az emberiség múltját, olyan, mintha neked amnéziád lenne. És nem emlékeznél mondjuk a fiatalkorodra, vagy a, tudom én, csak egy pár évre emlékeznél vissza. Tehát most gondold végig, ez az, nem ez az emberiség, tehát maga az emberiség 1,5 millió éves itt a Földön. Tehát nekünk egy 1,5 millió éves történelmet kellene ismernünk. A számoldát arányosítsd mondjuk a 80 évvel. A te életedet arányosítsd. Tehát az azt jelenti, hogy ha arányosítanád, ugye a 1,5 milliót el kell, vagyis a 80-at el kellene osztani 1,5 millióval. Jó, és az azt jelenti, hogyha mintha, tudom én, az elmúlt egy napra talán emlékeznél, de lehet, hogy egy napra se. És az előtte lévő részre nem. Most így élünk mi emberek, érted? Mintha nem emlékeznél a tegnap előttől születésedig, érted? Így működik az emberiség. Nem emlékszik csak pár ezer évre, érted? De azt is hamisítva. Azt is hamisítva. És mi van avval a 1,5 millió évvel? Érted? Tehát itt gondold végig, hogy milyen bajba lennél, hogyha nem emlékeznél a múltadra. Nem? Na ugyanígy vagyunk mi emberek, nem emlékszünk a múltra. Most képzeld el, a múltadban bármit tanultál, mondjuk egy szakmád, amiből éltél, nem emlékeznél. Mindent újra kellene tanulni. Hát basszus kulcs, értsétek már meg, ebbe vagyunk. Mindent újra kell tanulnunk, mert elvették a tudásunkat. Értitek? Kik vették el? Akiknek érdekükben áll, hogy ne tudjuk. Nem az emberiségnek áll érdekében, hanem azoknak, akik meg, így akarják megszerezni a bolygónkat, illetve a naprendszerünket. Világos, de miért, hogy akarnák megszerezni? Hát nyilvánvaló esélyük nincs addig győzni egy jó istenségek ellen, míg azok, a jó istenségek sokkal többen vannak. Hát most gondold végig, a legegyszerűbb megoldás az, hogy lebutítják az emberiséget, manipulálják azokat, akik elpusztították az emberiség történelmét, megpusztítják a mai napig is, azokat lebutítják, hogy pusztítsa az emberiség történelmét. Utána az emberek nem tudják a
nem ismerik a tudást, nem ismerik a képességeiket, ezáltal mindent újra kell tanulniuk, de még azt is újra kell tanulni, hogy tanulni kell. Még azt is újra kell tanulni. És van egy olyan emberiségünk, akik elkezdtek tudatlanná válni, a tudásunk csecsemő ahhoz képest, ami volt. Érted? Gondold végig, egy csecsemőt milyen könnyű egy felnőttnek befolyásolni. Azt csinál vele, amit akar. Ugyanez, egy csecsemő tudású felnőttel azt csinálnak, amit akarnak. Egy csecsemőből te nevelhetsz egy világ egyik legokosabb emberét, de nevelhetsz egy gonosztevőt is. Érted? Ha az emberek tudatlanok, akkor azzá nevelik őket, amivé akarják. Érted? És lehet gonosszá nevelni, és onnantól kezdve az illető meghal, mivel lepaktált a lentiekkel, nehogy már nem hallott senki olyat, hogy ördögök hol laknak a föld mélyén, lepaktál velük, és onnantól kezdve a lelke alászál, nem felszáll, hanem alászál, ez is meg van fogalmazva, alászál, érted? Ott van a nyelvünkben. Tehát a lélek alászáll, és fogják, beteszik egy lenti istenség által létrehozott testbe, érted? És onnantól kezdve őket szolgálja. És egyel többen vannak. Meg még egyel, meg még egyel, meg még egyel. Hogy elérjék azt a lélekszámot, hogy többen legyenek, mint akik most a naprendszerünk urai. Érted? Hát erről szól a történet, ha valaki nem tudná. Oké? Semmi másról. És ezért kellett, hogy elpusztítsák az emberiség tudását. És az emberek ne tudják a múltukat, a valóságos múltukat. És erre még olyan dolgokat is megtettek, hogy azokat az embereket, akik győztesek lettek, rávették arra, megint csak mentálisan, hogy hamisítsák meg a történelmet. A történelmet hamisítsák. Miért? Nagyon egyszerű megint a válasz. Mert ha most a mai ember tanulja a történelmet, akkor tanul történelmet, és utána egyszer csak rájön, hogy hamisított. És onnantól kezdve nem tudja, minek higgyen. És ha az ember a történelemmel kapcsolatban nem tudja, minek higgyen, akkor a távolabbi történelemmel még amúgy jobbul se tudja, hogy minek higgyen. És a legjobb a bizonytalan ember. Mert a bizonytalan ember az nem bizonyos ember. Egy bizonytalan emberrel megint csak könnyű bármit manipulálni. Érted? Tehát így el tudják az embereket bizonytalanítani, hogy még a közeljövőt, vagy a közelmúlt történelmét is meghamisítják. Hát gondold végig, tegnap történik mondjuk egy háborús történés itt a szomszédba, a mai hírekben már nem azt olvasod, ami történt, hanem már hamisított. Már egy napra rá meghamisítják a történelmet. Egy napra rá. Vagy reggel
történik valami a világban, olvasod délután, nem azt olvasod, ami történt. Érted? Hát gondold végig, és akkor azt gondolod, nem veszed észre, hogy a friss híreket meghamisítják? Akkor mennyire hamisították meg a történelmet? Ha minél távolabbi egy megtörtént esemény, annál nagyobb mértékben van hamisítva. Annál több lehetőség volt arra, hogy meghamisítsák. De hát a legtöbb ember olyan hangulatban van, hogy eszébe se jut ilyen, mert a reaktív elméje működik, amit úgy befolyásolnak, ahogy akarnak. A reaktív elméd, a balagyféltekéd, az úgy működik, hogy minden befolyás működik rá. Nem képes gondolkodni, nem képes különbséget tenni. És csak jó hangulatban tudunk gondolkodni. Csak jó hangulatban. Ugye mit jelent a jó hangulat? Érdeklődő. Már tudna az unalomban lévő is gondolkodni, csak tudod, mi van vele? Lusta gondolkodni is. Még gondolkodni is lusta. Tehát ahhoz, hogy az ember elkezdjen gondolkodni, az minimum érdeklődés hangulaton kell lennie. De annak is van három fokozata. Ugye a kicsit érdeklődő, a közepesen érdeklődő, meg a nagyon érdeklődő. Ez három különböző hangulat. De a kicsit érdeklődő se annyira jó. Mert hamar lecsúszik oda, hogy már még a gondolkodás is fárasztja. Pedig tudna. Szóval, itt vagyunk egy ilyen világban, ahol újra kellene tanulni mindent. És akkor mit tudom, ebben a dokumentumfilmben elhangzott az. Mit tudom én már. Ez az ősi idegenek. Az volt, igen. Annak egy része. Elhangzott benne, hogy ugye ott van a történelem, lerombolják a történelmet, nehogy kihámozza belőle a jelenbéli ember, hogy mi volt a múltban. De hát ugye tudjátok, sok minden le van írva. Például, mit tudom én, a Tudományos Akadémiában vannak aranylemezek a magyar történelemmel kapcsolatban. Jól el van rejtve, hogy nehogy véletlenül a magyarok megtudják, hogy milyen volt a valós történelmünk, érted? Tehát keményen dolgoznak rajta, hogy nehogy a jelen embere megismerje a tényeket, hogy mi volt a múltban, valóságban. De gondold végig, a legtöbb ember a tényekkel szemben immunis. Érted? Mintha lenne egy védekező mechanizmusa a tényekkel szemben. Honnan, mire gondolok, hogy világos legyen? Tehát nem érdekli a tények. Bőven elég neki a hírek. Érted? Sőt, mit tudom én, van olyan műsor, hogy tények, ő azt hiszi, hogy amit a tényekben hall, az tények. Azért, mert az a címe. Tehát a tények a valóság, érted? A valóság, azok a tények, a valóság. Nem a hazugság, meg nem az elferdített valóság. Az elferdített valóság is hazugság. Az sem az igazság. Az igazság az, ahogy az megjelen a maga valóságában. Úgy, ahogy az ténylegesen történt az elejétől a végéig. És az elejétől a végéig valamit megmódosítottak benne, az már nem igazság.
az már hazugság. Tehát ezáltal gondold végig, amikor egy valóságot akar közölni egy ember, akkor nem tehet bele érzelmeket. Mert abban a pillanatban, ha beletesz érzelmeket, bármilyet, pozitívat vagy negatívat, teljesen mindegy, már el van ferdítve a valóság. Jó? No szóval, nem kell ebben a világunkban tudás. Na vagy nem kellene? Tudás. Na most, mondanék egy-két dolgot. Voltak a történelemben olyan ismert személyek, akik bekerültek írásokba, mert volt egy olyan kapcsolatuk, amivel mondjuk az embereket, akkori embereket a múltban tanítottak az igazságokra. Honnan tudták az igazságokat? Nem kiszopták az ujjukból, hanem volt olyan szellemi kapcsolatuk. Tehát volt olyan képességük, hogy legyen szellemi kapcsolatuk, és volt olyan kapcsolatuk, hogy elmondták az igazságokat, tehát ami valószínűleg nem negatív szellemlénytől származik. Csak hogy tiszta és világos legyen, még így közbevetek egy gondolatot a szellemlényekről, ugye az istenségekről, mint szellemlényekről, tehát nem az emberi lelkekről, hogy például a Jehova nevezetű istenség nem a leggonoszabb istenség volt, nem is a legjobb istenség, de egy büntető Isten volt. Jó, maradjunk ennyiben, és minden büntető Isten igazából gonosz Isten. Oké? De számos vallás Jehovát tartja a jó Istennek. Hát egy büntető Isten, az kikérjük magunknak, az nem jó Isten. Oké? Tehát a megbocsájtó Isten a jó Isten. Világos ez? Maradjunk ennyibe. Tehát amelyik megbocsájt, nem büntet. És akkor most lehet, hogy azt mondod, hogy ugye te hiszel Istenbe, de büntetéseket kapsz, azok a problémák. Közben a problémák azok nem büntetések, hanem tanítások, maradjunk már ennyibe. Jó? Most kap az egy ember egy tanítást, azt meg lehet negatívan érni. Semmi baj nincs azzal. Mert sokan így élik meg. De akkor is egy tanítás. Tehát minden ember, aki problémát kap, az egy tanítást kap, nem büntetést. Jó? Úgyhogy ennyi. No szóval, lényeg az, hogy a múltban is voltak, történelemben leírtan olyan személyek, Buddha például, Buda magyarul, vagy például Jézus, akik, Mohamedet nem sorolom ide, tudjátok miért nem? Mert azt a Vatikán támogatta. Jó? Tehát a Vatikán pénzelte, a Vatikán indította el Mohamedet. A Vatikán pénzelte, hogy hozzon létre egy új vallást. Tehát ki tudja, hogy a Vatikán mire tanította. Jó? Tehát ezért őt nem sorolnám ide. De Jézust és Buddhát ide sorolnám.
De biztos, hogy a történelemben még vannak ilyen személyek, akik a korukban igazságokat tanítottak az embereknek. Oké? Tehát nem hazugságokat, hanem igazságokat. Jó? És a mai korszakunkban is vannak olyan emberek, akik, gondoljátok végig, vagyunk 8 milliárdan. Ha összeadjuk az emberiség lélekszámát mondjuk korszakonként, mondjuk 25 évre veszünk egy korszakot, 4500 évet elosztunk 25-tel, akkor kijön, hogy hány korszakunk volt. És lehet, hogy abban a korszakokban nem volt sokkal több ember, mint most ebben a korszakban. Érted? A mostani korszakunk az 2000, azt mondja, hogy hánytól van? 93 meg 25. Az 118. Így van, az azt jelenti, hogy 18-tól. Tehát 6 éve van ez a korszakunk. Tehát előtte ki lehet számolni, hogy hány korszakunk volt. Tehát a mostani korszakban van 8 milliárd ember. És így összeadogatjuk a korszakokat. Jó, hát többre jön ki, főleg azért, mert az elmúlt 50 évben azért már voltunk egy pár milliárdan. De ha kivonnánk mondjuk ezt az elmúlt 100 évet és a többi korszakot adnánk össze, lehet, hogy nem lennénk sokkal többen, mint 8 milliárd. Na most ezáltal, hogy 8 milliárdan vagyunk, nyilvánvaló, hogy több az olyan ember a bolygón, aki kap szellemlényektől információkat, mint mondjuk Jézus vagy Buddha idején. Világos? Mert hát sokkal többen vagyunk. Hát Jézus idején, mit tudom én, egész bolygó lakossága, ha volt 100 millió, sokat mondok. Jó, tehát lényeg az, hogy természetes dolog, hogy mivel nagy a népesség, ezért lehetnek olyan emberek. És vannak is, akik kapnak tudást. Világos ez? Tehát a nagy számok törvénye alapján ez így működik. És azért mondanék ezzel kapcsolatban egy dolgot. Gondold végig. Jó? Nézzél nyugodtan olyan embereket, akik tudást adnak az embereknek, tehát információt hívnak le, ahogy ezt szokták mondani. Vagy kapnak, én nem lehívok, én kapok. És nézd meg, hogy vajon, ha kilogikázod azokat, amit mondanak, akkor mennyire logikus az, amit mondanak. Jó? És ha minden logikus, akkor az megfelel a valóságnak. Ha hiányzik a logika, oké, tehát hiányzik, bukfencek vannak benne, meg hiányok vannak benne, oké, akkor ilyen megmagyarázások vannak benne, akkor az már hazugság. Jó? Na most akkor ugye mondanám, hogy sajnos mondanom kell, hogyha a Bibliát elkezded olvasni, gyakorlatilag a Bibliát ahányan olvassák, annyian magyarázzák. És annyiféleképpen értelmezik. Tehát nem logikus a Biblia. Világos? Nincs benne logika. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy mikor létrehozták, az egy logikus íromány volt, csak azóta hát nagyon sok nyelvre fordították. Tehát a jelenleg, tehát nincs eredeti Biblia. Mind fordított. Nincs. Nincs eredeti. De nagyon érdekes ez a magyar nyelvünk, hogy a fordítás és a ferdítés között nem sok különbség van. Nem sok.
Nem sok betűkülönbség van a fordítás meg a ferdítés között. Két betű, jó? Két betű különbség. Mert a fordítás ráadásul abban benne van, hogy ás. Az meg lehet elás is. De lehet kiás is természetesen. Jó, tehát szóval ugye ez azt jelenti, hogy megértsétek, hogy minél régebbi egy tanítás, annál több ferdítés lehet benne. Jó? Én ezt megéltem, én még tanultam az egyik vallás esetében az alapító eredeti írásaiból. Azóta azt hiszem négyszer írták át. Azt mondja, hogy 26 év alatt. Négyszer írták át. Érted? Négyszer. Na most akkor gondold végig, ha valami mondjuk 2000 éves, akkor ezt hányszor írhatták át? Vagy mondjuk Buddha esetén mondjuk 2500 éves, akkor ezt hányszor írhatták át? Gondold végig. És vallásról beszélünk mind a három esetben. És ráadásul Buddha sem volt vallás alapító, meg Jézus sem volt vallás alapító. Nem érdekes? Egyik se. Így van, mind a kettő tanító volt, és egy se vallás alapító. No szóval, én magamat tanítónak tartom. Sőt, olyan tanítónak, aki fentről kap információkat. Erről ugye én meggyőződtem, de nem csak én, hanem nagyon sokan, akik hallgatják már régóta az előadásaimat. De ugye nem csak a díjmentest, tehát a díjmentesünk után mindig van képzésünk, ahol módszereket adok és belemegyek a részletekbe. Tehát mindig. Egy fél óra szünetet követően. Azért mondom ezt, mert volt, aki már hosszú hónapokat óta hallgatja az előadásomat, és nem tudta, hogy vannak képzései. Tehát, hogy fizetős képzés. És amint megtudta, hogy van fizetős képzés, tanuló is lett. Tehát nem egyértelmű az emberek számára, akik díjmentest nézik, hogy vannak olyan képzéseim, ami nem a díjmentes, hanem ami sokkal, de sokkal több tudást tartalmaz. Az első rész az nem tudás, az csak információ. Ezt én nem tartom tudásnak, amit itt átadok. Ezt csak információnak tartom. Na most gondold végig, ha én ezt csak információnak tartom, akkor vajon mi lehet az én gondolkodásomban a tudás? Na hát az nem itt van, hanem a képzéseinkben. Tehát minden díjmentes után nekünk van képzésünk, kivétel havonta egyszer egy vasárnap, ahol a díjmentes előtt van három tudásátadás. Tehát három képzés. Tehát igazából ez az első rész, ez nem is képzés, ez csak információ átadás. Tehát az nekem nem képzés, hogy mit tudom én, azt mondjuk valakinek, hogy ilyen vagy, ilyen legyél. Az nem képzés, és az nem tudás. A tudás az, hogy hogy legyél olyan. Oké? És ne, hogy ne legyél ilyen. Na az a tudás, hogy ne legyél ilyen, és hogy legyél olyan. Tehát nem csak az a lényeg, hogy hogy legyünk olyanok, hanem hogy legyünk ne ilyenek. Oké? Okay? Tehát abból is ki kell jönni, amiben vagyunk. Akkor tudunk változni, ha kijövünk abból, amiben vagyunk. Amilyenek vagyunk.
És ha nincs tudásunk ahhoz, hogy kijöjjünk abból, amilyenek vagyunk, amiben vagyunk, akkor soha nem fogunk változni. És soha nem leszünk jobbak. Jó, tehát ez nem az első részben van, tehát a másodikban. És ugye én megtapasztaltam pont annál a vallásnál, ahol csak azért voltam ott, én nem voltam annak a vallásnak tagja, én engem megkereszteltek annak idején. A szüleim révén római katolikussá, én nekem a vallásom bejegyzetten azóta is az. De az a vallásom, a tudásom nem az. Ja? És attól, hogy én innen-onnan tanultam, én azt elismerem. Onnan tanultam, bárhonnan, az engem nem érdekelt, hogy az vallás, vagy akármi. Nekem arra volt szükségem, hogy hogyan működik az ember, és hogyan működik az élet. És én ezt a tudást elkezdtem tanulmányozni, kutatni, tanulni, és onnan lett érdeklődésem ez iránt, a téma iránt, és mivel ezeken a területeken eredményeket értem el, valószínűleg megnyitottak nekem ugye olyan lehetőséget, hogy én kapjak tudást, amit átadjak. Miért? Mert gondoljátok végig, amióta én embereket tanítok, 93 óta én bármit tanultam, és úgy láttam, hogy azt hasznos számomra, akkor én azt átadtam. De bármit. Tehát nem tartottam meg semmit sem magamnak. Oké? Valószínűleg ezért volt az, hogy megnyitották számomra azt a lehetőséget, hogy én tudást adjak át az emberek számára. Na most, de ez a tudásátadás, ez már tudom, hogy miért kell, hogy történjen. Azért kell, hogy történjen, mert tisztában vagyok azzal, hogy mi az emberiség szerepe itt a Földön, tisztában vagyok azzal, hogy mi a feladatunk, mint ember, tisztában vagyok azzal, hogy mi a küldetésünk, hova kell tartanunk, mit kell elérnünk emberekként. És így már egy kicsit más, mint mondjuk a 90-es években, amikor még ezzel nem voltam tisztában. Szóval, itt vagyunk mi emberek, és nem kellene azon elgondolkodni, hogy ezt a világot jobbá kellene tenni. És nem kellene azon elgondolkodni, hogy azért kőkeményen tenni kellene. És akkor sokan mondhatják azt, hogy de hát mikor? De hát hogyan? Hát először is a mikorról annyit szeretnénk mondani, hogy most. Jó? Tehát most kellene tenni. De hát ő azt mondja, hogy nem ér rá, mert elfoglal. Hát erre van egy történetem, jó? Erre az elfoglaltságra. Ausztráliában, ott tudjátok, ilyen jó nagy telkek vannak. És az egyik ott élő egyszer csak ásogatott a kertjébe, és kifordult valami csillogó. Arrébb is ásott, ott is kifordult. Azt mondja, elviszi már, megnézheti. Hát kiderült, hogy gyémánt. És úgy ásogatott, egyre több gyémántot talált a kertjébe. És akkor azt gondolta, hogy hát szól a szomszédnak, hogy hát jöjjön, mert itt annyi gyémánt van, nem tudod, sok gyémánt, amit kezdeni, jöjjön, ásson ő is magának gyémántot. Átmegy a szomszédhoz, szépen átballag, ugye jó nagy telek volt, egy kis idő volt, mire átért, átment a szomszédba, és nagy lelkesen újságolja, képzeld el, hogy ásogattam kertbe,
mit találtam? Hát találtam gyémántot, és amerre ások mindenütt csak gyémánt, elvittem beméretni, tökéletes gyémántok, csak meg kell őket csiszolni. És azt mondja, és akkor de jó neked, mondja a szomszéd. Hát de mondom, azért jöttem át, hogy gyere hozzá, ásod, ássál te is ki magadnak gyémántot. Hát de azt mondja, mit csináljak, hát nekem nincs ásom. Hát semmi gond, hát vegyél magadnak ásot. Hát tudod, manapság mennyibe kerül az ásom? Na, ezt csinálják az emberek ezzel a... Nekem nincs időm. Nincs időm, mert ezt csinálom, azt csinálom, pénzt keresek, ásni kell a kertet, érted, füvet kell nyírni. Nincs időm arra, hogy jobbá tegyük az embereket, érted? Hát passzus kulcs. Ezt tudod, mit jelent? Akkor ugyanaz vagy, mint a szomszéd, tudod, ott Ausztráliában. Ugyanaz vagy. Nem használod ki a lehetőségedet. És amikor eljön az az idő, hogy el kell számolnod majd azzal, hogy mit csináltál ebben az életedben, rájössz arra, hogy kiadtad az életed lehetőségét. Érted? Tehát most gondold végig, dolgoztok úgy, éppen hallottam, ma egy rádióban volt egy olyan, hogy ja nem, az is, az is ebben a dokumentumfilmben volt, hogy egy amerikai elnök, az még alapító atya volt. Tehát alapító atya, azt tudjátok, ők írták alá azt az alapítókiratot, az alkotmányt, így van, az alapító, Amerika alkotmányát ők írták alá. Ők az alapító atyák, mit tudom én, hányan voltak, és azok közül ő elnök lett, nem a Lincolnról van szó, egy másik, mit tudom én, hogy hívták, elnök lett. És képzeljétek el, ő képes volt arra is, és nem, hogy mielőtt elnök lett, ő mit tudom én, milyen miniszter volt, meg mit tudom én, milyen titkár, két teljesen más szakmát művelt, és hogy volt olyan ember, olyan képessége, aki képes volt arra, hogy több egy embert kívánó szakmát csináljon. Erről csak annyit szeretnék mondani, hogy Mátyás királyunknak például nem volt szüksége miniszter tanácsra. Igen. Érted? Tehát ő egyedül el tudta látni a teljes ország irányítását. Érted? Egyedül. Neki nem volt szükség tanácsadókra. Jó, akkor most megnézzük, hogy az én esetemben. Megnézzük, azt mondja, hogy cégtulajdonos vagyok. Jó? Ami azt jelenti, hogy végzem a cégnek az irányítását. Ugye ez a Hunoltrade részvénytársaság, meg a Tanoda 2000 Kft. Mind a kettőnek én vagyok a vezetője. Ráadásul én tartom az összes oktatást, ráadásul én vagyok a legeredményesebb hálózatépítő a hálózatban. Három szakmát csinálok. Egyszerre teljesen különbözőt, érted? Nekem ez nem jelent problémát, hogy három teljesen különböző területet vigyek, érted? Ez három teljesen különböző terület. Nem jelent problémát. Nem is értettem sose azt, hogy minek van szükség miniszter tanácsra, érted? Nem értettem. Mi nem lehet egyedül irányítani egy országot? Simán lehetne. Ja, hogy az illetőknek nincs olyan képességük? Hát, az bizony egy dolog. És ugyanez volt a nyugdíjpénztár esetén, gondold végig, létrehoztam egy nyugdíjpénztárt, én voltam a hálózat, tehát a szervező cégnek is a vezetője, a nyugdíjpénztárnak is a vezetője, és a hálózatban, mint hálózatépítő, a legelső ember, a legeredményes ember. Három területet vittem akkor is. És nem volt gond. Érted? Három területet el tudtam vinni. Lehet, hogy ez volt a gond, hogy három területet el tudtam vinni. Nem, ezeknek nem jelentettek sose problémát. Szóval, gondoljátok végig, hogy nem kellene nekünk, embereknek jobbá tenni ezt a világot. Tehát
itt vagyunk ebben a világban, és a jó emberek nem tesznek semmit, érted? Semmit se tesznek. Azt gondolják, hogy ó, hát lekapcsolom a villanyt, azzal teszek, mert akkor áramot spórolok meg. Érted? Meg mit tudom én, hát nem 24 fokra fűtök, hanem 20-ra, és akkor már mennyit tettem azért, hogy egy jobb világunk legyen. Érted? Vagy szelektíven gyűjtöm a műanyagot, hőt, és mennyit tettem ezért a világért. És ezt te elhiszed, hogy ezzel tettél? És utána én láttam azt, hogy fogják, aztán ugyanúgy elégetik az egészet. Ez a szelektív hulladékgyűjtés, az elégetik együtt az egészet a szemétégetőbe. És akkor szelektív hulladékgyűjtés van, persze. Jó, maradjunk ennyiben. Na szóval, érdekes egy világunk van, nem kellene tennünk azért, hogy jobb világ legyen? És akkor azt gondolod, hogy mit tehetsz? Hát mit tehetsz? Szólsz minél több embernek. Hogy? Hát minél több emberre kapcsolatot létesítesz. Mi a kapcsolat? A kapcsolat a közösségi portálokon bejelölt, visszajelölt, ismerős. Oké? Tehát bejelölted, ő meg visszajelölt. Na, az a kapcsolat. És onnantól kezdve, akikkel kapcsolatba kerülsz, ilyen jellegű kapcsolatba, elkezdesz vele beszélgetni. És ha látod azt, hogy érdemes vele beszélgetni, akkor beszélgetsz vele. Ha nem érdemes, akkor fogod és megszakítod a beszélgetést. Érted? Hogy, és kezded a következővel. Mi ebben a probléma? Mi ebben a probléma? Hány ilyennel tudnál naponta beszélni? Mondjuk, ha lenne rá 2 órán. Főleg este. Mert este vannak fönn a legtöbben. Gondold végig. Tehát szervezünk egy közösséget, de nem egy virtuális közösséget, könyörgöm, hanem egy valós közösséget, ahol az emberek beszélnek egymással. Nem írnak, beszélnek. Érted? Ahol az emberek, sőt, találkoznak egymással. Sajnos nem a jó része, pedig azt kellene, hogy a jó része találkozzon egymással. Jó, hát ugye az megengedett, hogy tudom, van, aki a világ túloldalán lakik, hogy találkozzon azzal, aki a erőső felén lakik a világunknak. Hát azzal nehéz. Hát ottaniakkal kellene találkozni. Tehát ott is létre kellene hozni egy csapatot, akikkel találkozik az ember rendszeresen. És akkor létrehozni egy olyan közösséget, akik mintát tudnak mutatni az embereknek a környezetükben. Érted? Mire? Az értelemre tudnak mintát mutatni. Nem a hülyeségre, az értelemre. Akik értelmes életet tudnak mutatni mások számára. Nem olyan életet, aminek az ég adta világon semmi értelme nincs. Értitek? Nem az lenne a lényeg, mint amit múltkor elmondtam. Mi lenne egy ember számára a legfontosabb? Emlékszel? Emlékeztek rá? Hogy a saját bőrében mindig jól érezze magát. Nem az lenne a legfontosabb? És minél jobban érezze magát a saját bőrében mindig, nem? És ehhez nem az kell, hogy az ember pénzt költsön, hanem az kell, hogy teremtsen. Érted? És ha te másokban jó érzést teremtesz, az egy teremtés, basszus kulcs. És ha másokban jó érzést teremtesz, akkor te is jobban fogod magad érezni. És akiben nem lehet jó érzést teremteni, azt hanyagolod. Érted? Az megérdemli. Vesszen a férgese, azt szokták mondani, tudod. Jó? No, hát várunk szeretettel
olyan képzési árakkal, ami páratlan bolygószinten, most óránként 440 forintos képzést hol fogsz kapni? Tehát ami azt jelenti, hogy óránként alig több mint 1 euró, vagy alig több mint 1 dollár, érted? Hol kapsz? 1 dollár körüli összegért hol kapsz képzést? Valahol a bolygón. Olyat, ami használható, használható. De miért lesz jó neked a tudás az életedben? Azért, mert két dolog van. Az egyik az, hogy ezeken a területeken fogsz tudni működni, ezen a 10 területen, önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel, és van egy másik nagyon fontos dolog, hogy el tudsz indulni a szellemi, illetve a lelki fejlődés útján. Jó? És be tudod teljesíteni azt a küldetést, amiért leszülettél. Jó? És honnan tudod, mi a küldetés? A születési dátumodban benne van, mindenkinek a születési dátumában benne van a saját küldetése. Jó? A születési dátumban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, fél óra szünetünk lesz mindjárt, fél óra szünet után pedig módszereket adunk az embereknek, tudást adunk az embereknek, hogy valóságban is elérjék ezeket a célokat. Köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!